azt látjuk, hogy a társadalom megosztott, ki mennyiben hisz ebben, hogy van teendő, ki nem. De milyen a helyzet a tudományos világban? A tudományos élet 99%-ban azt mondja, hogy azonnal most cselekedni kell, mert nagyon nagy a baj. Egy olyan témáról szeretnék beszélgetni, a klímáról és a klímaváltozásról és ennek a környezeti hatásairól, amely egyrészt mindenkit érint, másrészt meg a maga szintjén mindenki tehet érte. Tehát senki nem bújhat ki ez alól a kérdés alól. De természetesen vannak szkeptikusok. Úgyhogy rögtön beszéljünk arról, hogy a szkeptikusok például azt mondják, hogy hát milyen klímaváltozásról beszélünk, hiszen a klíma mindig is változott, voltak melegebb időszakok, meg hidegebb időszakok. Szóval akkor miért fontos most? Azért fontos, mert a klímaváltozás most zajlik, és az egész civilizációt érinti. Természetesen voltak a Földön változások akkor is, amikor még nem élt ember a Földön, és utána is voltak hosszabb, rövidebb, melegebb vagy hidegebb időszakok. Most azonban zajlik egy olyan változás, amely nem hit kérdése, ezt hangsúlyozom mindjárt az elején, tehát mondják sokan, hogy nem hisznek a klímaváltozásban. A klímaváltozásban épp úgy nem kell hinni, mint ahogy a gravitációban nem kell hinni. Van, meg kell mérni a Föld hőmérsékletét, a felszín hőmérsékletét, vagy épp az óceánok hőmérsékletét, ez mérik is több ezer vagy több tízezer helyen, és világosan látszik, hogy van egy jelentős felmelegedés, világosan látszik, hogy vannak nagyon szélsőséges időjárási jelenségek, és világosan látszik, hogy ez mindenkinek az életét érinti. Ez egy óriási változás, amely ilyet egyrészt tudnunk kell, hogy miben áll ez, másrészt tudnunk kell azt, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a hatását, és főképpen, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni ehhez, mert ez nem egy olyan változás, amelyet egyik napról a másikra megállítunk, megváltoztatunk. Az alkalmazkodásnak persze sok, apró dologból terülik össze. Más ez a klímaváltozás, mint bármikor a történelem során? Az ismereteink alapján természetesen. Nem ismerünk minden klímaváltozást. Amit ismerünk, ahhoz képest ez a hőmérsékletemelkedés hosszabb ideig tart, és nem tudjuk pontosan azt, hogy az a változás, amit az emberi beavatkozás jelent a Földnek az egyébként meglévő természetes rendszerében, az mennyit tesz ehhez hozzá, milyen mértékben változtatja meg azt az egyensúlyt, amely egyébként a Földön kialakul azok miatt, a természeti folyamatok miatt, amelyek már sok ezer vagy millió éve zajlanak. Ez a folyamat, amiben élünk, ez drasztikusnak nevezhető klímaváltozás szempontjából? Én úgy látom, hogy ez egy drasztikus változás, és jelentős mértékben érinti azt a részét a világnak, amelyet fejlett világnak nevezünk, és azt kell megértenie a fejlett világnak, vagy a technikailag fejlett világnak, hogy ezt a világot fogja a legerősebben érinteni, és ez a világ fog a leghamarabb olyan helyzetbe kerülni, amilyen helyzettel még soha nem került szembe. Nyilván, amikor arról beszélünk, hogy mindannyiunkat érint, akkor természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak minket érint, hanem a gyerekeinket, meg az unokáinkat. Ugye, és pillanatilag csak prognózisok vannak, optimistábbak és pesszimistábbak arra nézve, hogy milyen lesz a Föld 2050-ben, és milyen lesz 2100-ban. Ön optimista vagy pesszimista? Én realista vagyok. Azt gondolom, hogy... Jó. Azt gondolom, hogy ezek a változások nagyon nagy befolyást gyakorolnak majd az emberiség életére. Lehetnek különböző forgatókönyvek, egészen tragikus forgatókönyvek is, amelyek háborúkat, emberek egymás ellen fordulását. Röviden, hogy lesz a klímaváltozásból háború? Úgy lesz a klímaváltozásból háború, hogy van olyan részem a Földünknek, ahonnan elindul néhány
100 millió ember, mert ott az élet lehetetlenné válik. Ez Indiában már megtörtént, ez pillanatnyilag zajlik. Tehát Indiában vannak olyan területek, ahonnan több millió embernek el kellett költöznie, mert eddig meg tudta termelni az élelmiszert azon a területen, ezután pedig nem fogja tudni megtermelni. És ez Magyarországon is zajlik, nem szabad azt gondolnunk, hogy ez valahol messze tőlünk valamilyen történik. Magyarország középső részén is jelentős vízhiány alakul ki, következésképpen nem fogják tudni megtermelni az egyébként még jó adottságú Magyarországon sem azokat a növényeket, azt az élelmiszert, amely az élethez kell. És valóban az mindannyian gondolunk a gyerekeinkre, unokáinkra, a következő nemzedékekre, de a ma élő tizenéveseknek már abban kell gondolkodni, hogy az ő életüket közvetlenül érinti majd. Ez mi beszélünk erről, és egy kicsit melegebb van, vagy több eső, hirtelen lezúdul az eső, de az ő életüket ez sokkal közvetlenebbül érinti majd. Elég csak arra gondolnunk itt Budapesten és ország más része is tapasztalták, hogy megjelennek például a poloskák. Megjelennek olyan rovarok, amelyek eddig nem voltak, megjelennek olyan betegségek, amik eddig nem voltak. Ez most néhány helyet érint, ezt a poloska inváziót, ezt jól láthatóan érezték az emberek. Gondoljanak csak nyugodtan arra, hogy ebből nem ennyi, hanem tízszer ennyi érkezik. Igen, ez már a megfogható része, hogy valóban nem egyszerűen csak arról van szó, hogy télen nem lesz annyira hideg, és nyáron egy kicsit melegebb van, hogy veszünk egy légkondit. Nem kell annyit fűteni. Igen, tehát meg ugye azt mondja az ember, hogy hát ma is élnek Spanyolországban, meg Olaszországban, meg Görögországban az emberek, legfeljebb nálunk is lesz pálmafa az utcán, mondjuk a tölgyfa helyett. Tehát, de azért ez... Spanyolországban már nem fognak tudni élni az emberek, és a világnak arról a részéről az emberek el fognak költözni olyan helyre, ahol élni tudnak. És ha nincs, ha nem készülünk fel erre, hanem a társadalom nincs fölkészülve arra, hogy ezekkel a változásokkal szembenézzen, akkor ez, ahogy ez az emberi történelem során, hogy sokszor az emberek közötti konfliktusokra vezet. Az ön realista álláspontja az mit prognosztizál, mondjuk 2050-re vagy 2100-ra? Nem tudom pontosan megmondani. Azt remélem, hogy 2050-ben is az emberek a Földön élni fognak, kevesebbet fognak fogyasztani, mint ma. Rájönnek arra, hogy a mindennapi életük átformálásával lehet csökkenteni a klímaváltozás hatásait, és persze ne feledkezzünk meg arról, hogy a klímaváltozással egyidejűleg van egy ökológiai változás is. Sokszor elhangzik az, hogy már augusztusra föléltük a Föld az évi tartalékait. Ez talán most nem... Most már június. És lehet, hogy az emberek ezt nem pontosan értik, hogy ez mit jelent. Azt mondja, hogy fölértük, hát még augusztusban is ettünk, és még szeptemberben is van szalámi a holdban. És ezt úgy kell érteni, hogy a Földnek van valamennyi tartaléka, ami évmilliók alatt fölhalmozódott. És ez tegyük föl, hogy ez a tartalék 50 évre elegendő. Több azért nem halmozódik föl, mert egy idő után nem halmozódik tovább, amikor elért egy egyensúlyi értéket. De hogyha kétszer annyit használunk el egy évben, mint amennyi létrejön, akkor az 50 évi tartalékot az 25 év alatt föléljük. Tehát ebben a értelemben jelentősen meg kell változtatni az embereknek a szokásaikat, meg kell változtatni az életüket. Gondoljuk csak végig, hogy mi mindenre használunk, mi ivóvizet, édesvizet. Használjuk a vizet, ha kell, hanem a zuhanyzás közben, a vízöblítéses vécékben azzal az ivóvízzel húzzuk le a ürüléket, amelyet egyébként az egyik legfontosabb készletnek tartunk ahhoz, hogy az emberiség életben maradjon. Azt látjuk, hogy a társadalom megosztott, hogy ki mennyiben hisz ebben, hogy van teendő, ki nem. Azt is látjuk, hogy a gazdasági érdekek is megosztottak.
De milyen a helyzet a tudományos világban? Mennyire van egy platformon a tudományos világ általában? Azt gondolom, hogy a klímaváltozás kérdésében a tudományos világban nagyobb a összhang, mint bármilyen más kérdésben. A tudományos élet 99%-ban azt mondja, hogy azonnal most cselekedni kell, mert nagyon nagy a baj. Természetesen van, mint minden közösségben itt is néhány ember, aki elgondolkodik, és azt mondja, hogy de hát a természeti folyamatok azok erősebbek, mint az ember által indukált folyamatok, és ez így önmagában igaz is. De egy egyensúlyi rendszerről beszélünk, ahol az egyensúlynak a kis megbillenése az nagy változást okozhat. Akkor eljutottunk egy másik problémához, és ez pedig a szándék, az, hogy változtassuk. Ugye egyrészt a hétköznapi emberek szándéka, egyes emberek szándéka, másrészt pedig a különféle intézmények, kormányok szándéka, akik nyilván részben anyagiakkal, részben pedig mondjuk törvényhozással, szabályozással tudnak közbeavatkozni. Az egyes emberek egy része felelősségteljes, szelektíven gyűjti a hulladékot, nem használja feleslegesen az áramot vagy a vizet, egy másik része azonban azt mondja, hogy hát majd úgyis megoldódik, meg könnyen elfogadja a szkeptikusok véleményét, hogy nincs is mivel foglalkozni, nincs is semmi probléma, menjünk tovább az életben. A kormányokkal, meg az intézményekkel, meg általában ugye az a probléma, hogy van-e rá szándék, van-e rá politikai akarat, miközben itt hosszú távú dolgokról beszélünk, a politika általában inkább hajlamos rövid távon gondolkozni. És most félreértés ne esik, nem a magyar politikáról beszélek, mert azt látjuk például, hogy az amerikai államok Egyesült Államok elnöke, az konkrétan azt mondta, hogy semmi, nincs miről beszélni. Tehát ez egy globális probléma. És az azt jelenti, hogy a világ legnagyobb gazdasági hatalma pillanatilag nem vesz részt a klímaváltozás elleni küzdelemben. Az emberek tudják a változást elindítani és kikényszeríteni. Ezért is nagyon fontos az, hogy megértse szinte mindenki, hogy ez miért probléma, milyen nagy probléma, neki személy szerint miért probléma, a gyerekeinek miért probléma. Lehet itt változást elérni, ehhez természetesen szükség van olyan aktivistákra, akik ezt a változást forszírozzák, gerjesztik. Sokan elmondják, hogy micsoda dolog ez, hogy a Greta Thunberget, a svéd diáklány, úgymond fölhasználják arra, hogy erre fölhívják a figyelmet. Hát mindenkinek szeretném elmondani, nagyon jó dolog az, hogy ő keresztül tudta vinni, és nagyon sok emberhez eljuttatni azt, hogy ez probléma. Azt most ne kezdjük el vitatni, hogy ki írja a beszédeit, és ki mondja el neki a részleteket. Mert az, hogy ő talál neki mindent, vagy megírják neki, ennek az égvilágon semmi jelentősége nincs. Annak van jelentőség, hogy eljusson nagyon sok emberhez az, hogy ez az ő számára egyénileg megfogalmazott viselkedésmód legyen, és az emberek alkalmazkodnak mondjuk azt, hogy a többség viselkedésmódjához, és amikor el tudjuk érni, hogy a többség úgy érezze, hogy környezet és klímatudatosnak kell lenni, akkor a politika már könnyebben fog ehhez alkalmazkodni, most eltekintve a néhány diktatúrától és néhány őrültől, a politikusok többsége az alkalmazkodni fog ahhoz, amit az emberek akarnak. Annak, amit nem tud kontrollálni. Igen, amit nem tud kontrollálni, az élére fog állni. Hát, csak akkor, hogyha az emberek többsége azt mondja, hogy ő klimatudatos kormányt szeretne. És akkor előbb-utóbb klimatudatos kormány lesz. Tehát akkor, hogy a demokráciában. Így van. Tehát, hogyha magyarán szólva stratégiát szeretnénk alkotni abban kapcsolatosan, hogy mit csináljunk, akkor azért mégiscsak próbáljunk még minél több embert elérni, és próbáljuk megértetni az emberekkel, hogy ez miért fáj, még akkor is, hogyha lehet, hogy neki napi szinten ebből nincs problémája. Mindenképpen, hiszen itt a döntéshozóknak adott esetben majd olyan döntéseket kell hozni, ami nem népszerű. És a nem népszerű döntéseket, azokat
megint csak egy demokráciában, csak akkor lehet meghozni, ha annak a nem népszerű döntésnek van valamilyen támogatottsága. Például a nagyvárosokban a gépkocsi forgalom korlátozása. Most is olvasom az újságban, márka megnevezése nélkül, melyik autógyár hogyan valósította meg, hogy most 600 lóerő helyett 800 lóerős motorok vannak az autójaiban, én pedig megkérdezem, hogy mi a fenének. Mert semmi szükség nincs rá, 100 lóerővel nyugodtan lehet autózni, és még kevesebben is. Adott esetben ezeket az intézkedéseket, hogy a városok, a nagyvárosokban nem közlekedhetnek autók. Ez egyrészt intézkedés szükséges hozzá, szabályzás szükséges hozzá, másrészt az emberek ezt el kell fogadni. Ha ilyen kicsit már illúziókat kergetve mondanám azt, hogyha ha megértenénk azt, hogy amit neveznek közösségi gazdaságnak, a sharing economy-nak, ha megértenénk azt, hogy például nincs szükségünk autóra, hanem van egy nagy városban néhány ezer autó, amit hogyha kell, akkor használunk egyet, akkor fele annyi autóval, harmad annyi költséggel beérnénk. Ehhez, ezek azonban azok az attitűdök, amelyek nagyon nehezen változnak meg. Ezt nem lehet azt mondani, hogy holnaptól kezdve ez így van, az emberek ellenállnak, és megtalálják a módját, hogy megkerüljék ezt. De ha megértik, hogy ez miért probléma, ha ezt magukénak érzik, akkor el fogják fogadni ezeket az intézkedéseket is, ami bizonyos értelemben korlátoz, hogyha ott van mindig az autó kéznél, az könnyebb, mint hogyha tenni kell érte valamit, el kell menni 50 vagy 100 méterrel, vagy kettővel odébb. Világos, de azért számos olyan dolgot is lehet tenni, amit mondjuk nem fáj ennyire, hogy így közös autóba üljek be, és nem a sajátomban, mert a sajátomban benne vannak mondjuk a kedvenc CD-im, vagy a nem tudom meg micsoda. De például az, hogy milyen... Ma már van a mobiltelefonja. Hát, oké, de az, hogy mondjuk egy üzletnek a polcáról milyen csomagolású terméket veszek le, vagy azt, hogy a limonádémat szívószál nélkül kérem, vagy hogy műanyag vagy papírtányérban szolgál engem ki a gyors étterem, azért azok sokkal egyszerűbben megvalósítható dolgok, és bármennyire is megdöbbentő, nagyon nagy számokról beszélünk még mondjuk a szívószálak esetében is. Igen, valóban egyszerű dolgokról is szó van, amit én személy szerint nagyon furcsálok az, hogy a nagy áruházokban miért van ennyi műanyag zacskó, és hogyha vesz valaki egy almát, akkor az beteszi egy darab műanyag zacskóba, ami ott nyilván hazamegy, és otthon kihajítja ezt a műanyag zacskót. Ezektől például meg lehetne szabadulni, nem kell oda tenni. Lehet, hogy az emberek egy kicsit morognának, hogy akkor most hova tegye az almát, de hát tegye be a kosárba, és vigye haza, és mossa meg, és akkor... Egyébként ez egy picit ez is olyan, mint ahogy próbálunk a kormányokkal kommunikálni. Tehát azt látják, hogy most az emberek, a vásárlók többségét bosszantja a nylon zacskó, akkor tegyünk ki hálót, hogy ne emiatt menjenek át a konkurenciához, hanem vásároljanak nálunk. Tehát azért valami, lehet azt mondani, hogy azért mozdul a helyzet. Nagyon sok minden változik. Én személy szerint mindig hordok a hátizsákomban egy szatyrot, és hogyha bemegyek a boltba, akkor abba berakom. A eladók többsége csodálkozik rajta, hogy hát lehet, hogy nincs ebben különbség, és ez pusztán ilyen tévképzett részemről, de inkább a nőket gondolják tudatosabbaknak, akiknek van szatyruk. Nekem a hátizsákomban van egy kis szatyrom, és ha kell vennem valamit, akkor abba belerakom. És láttam én is, igen, helyesen üzletekben lehet kapni egy hálót, és akkor abban a legközelebb is bele lehet tenni az almát. A nagy cégek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az emberek sokkal tudatosabban őrizzék meg azt a környezetet, azt az élő környezetet, aminek részei vagyunk, és amely nélkül nincs élet.
Nyilván ugye az emberek egy része felelősen gondolkodik, és magától is csinálja. Egy másik része az megy a tömeg után, tehát amikor majd ciki lesz már levenni a nylon zacskót, akkor már nem fogja levenni. A harmadik része pedig addig vár, amíg fájni kezd neki konkrétan, tehát ellepik a kertjét a bogarak, vagy beteg lesz a gyereke, vagy valami ilyesmi történik, de hogyha nem lépünk elég gyorsan, akkor előbb-utóbb valóban fájni fog. Egyrészt fájni fog, másrészt itt a folyamatoknál van egy olyan pont, ami után már nagyon nehéz a változtatás, mert olyan mértékű az addigi változás, hogy most már bármit teszünk, az nem sokat számít. Ezért szerintem a legegyszerűbb és legokosabb dolog, hogyha ezt most elkezdjük. Az én napom azzal kezdődött, hogy most kihúztam a szelektív kukákat, amit egyébként ingyen kaptunk annak idején az önkormányzattól. Ezen kívül gyűjtöm az esővizet, mert mégiscsak jobb az alocsolni, és a növény is jobban örül neki. Igyekszem keveset használni az áramot, igyekszem nem folyatni a vizet minden áron, nem megtöltök naponta egy-egy kádat, már sem emlékszem, mikor ültem utjára a kád vízben, de nem csak emiatt. Ön mondta, hogy van egy kis szatyra. Mi az, ha lehetek ennyire indiszkrét, hogy mi az, amit a saját hétköznapi életében meg tud tenni? De a saját hétköznapi életemben nekem a víz használat az egyik mániám. Tehát fogmosás közben, tényleg megyünk ilyen részletekbe, fogmosás közben elzárom a csapot. Hajat is szoktam mosni, samponnal, amikor bekelem a hajamat, elzárom a vizet. Ebben egy kicsit nevettek rajtam egy ideig, aztán utána a családom is alkalmazkodik ehhez, és azt gondolom, hogy mindegyikük tudatos ebben a dologban, és érdekes módon ez a dolog így átment. Igyekszem mennél kevesebb energiát használni. A minap a fodrászhoz mentem, és valahogy előjött a beszélgetésben régóta. Ismerjük már egymást, hogy jött, és mondtam, hogy gyalog. És mondta, hogy gyalog jött, hát igen, hát 2 kilométerre van, és én szépen elgyalogolok 2 kilométerre, nem ülök be az autóba azért, hogy 2 kilométert autózzak. Egyrészt jól esik gyalogolni, másrészt értelmetlennek tartom. Hogyha kiki a saját mindennapi életében megkeresi ezeket az apróságokat, és végig gondolja, hogy jé, tényleg szükségem van nekem arra most, hogy én autóval menjek el ide, vagy arra nincs, akkor elmegyek gyalog. Ilyen apró dolgokból tevődik össze a nagy változás, ami természetesen be kell, hogy következzen mindenütt. Azt sokszor hozzáteszik, és ezt még akkor elmondom, hogy azokat, akik a hónap végéért aggódnak, tehát azért, hogy a hónap végén lesz-e betevőjük, azokat nehéz rávenni arra, hogy azért aggódjanak, hogy mi történik majd 10, 20 vagy 30 év múlva. Éppen ezért a világ jólétben lévő részének kell ebben nagyon erősen föllépnie, példát mutatnia, és természetesen még segíteni is abban, hogy a világ kevés, technológiai, technikailag kevésbé fejlett része ne azt az utat járja be, amelyet mi bejártunk a technológiai fejlődésben, például Afrikában fölösleges kiépíteni óriási távvezetékeket, helyben elő lehet állítani az elektromos energiát, annyit, amennyi ott kell. Ezekből a kicsi és nagy tettekből tevődik össze, remélem egy olyan viselkedésmód, amely sokkal környezetbarátabb, és hozzájárul ahhoz, hogy az emberi tevékenységnek a klímaváltozáshoz való hozzájárulása kevesebb legyen. Akkor a beszélgetés végén csak azt tudom kívánni magunknak és mindazoknak, akik velünk tartottak, hogy majd valamikor 2100-ban az unokáink vagy a dédunokáink arról beszélgethessenek, hogy milyen szép a világ, és milyen jó, hogy az eleink felelősen gondolkoztak és odafigyeltek. Legyen így. Köszönöm szépen. Én köszönöm.